Magárepülőgéppel utazik, és a kontinens egyik legszebb stadionjában fog szurkolni kedvenc labdarúgó csapatának a Megasztás zsűri tagja Bocskor Gábor. A rádiós és kedveselhet tények műsorvezetője Várkonyi Andrea is ott lesz a Bajnokok Ligája ma esti összecsapásán, a Bayern München Real Madrid rangadón, amelyet a TV2 közvetít élőben. Telefonon most kapcsoljuk Bocskor Gábort, aki éppen, hogyha jól tudom, a repülőtérre tart. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia Zsuzsa, sziasztok! Szia, jól tudjuk, merre jársz? Igen, hát a tököli repülőtéren, tehát sikerült egy repülőgépet leszervezni, mert ez az Andinak egy óriási meglepetése volt számomra, aztán gondoltam, hogy ha már ő ilyen jó fej és ennyire kreatív, és ilyen óriási meglepetést tud okozni nekem, akkor viszont mi két barátunk is jön, akkor legyen úgy, hogy legyen kerek a történet, és akkor menjünk ki repülővel, és ez volt az én hozzájárulásom. És hogy lehet egy repülőgépet leszervezni? Hogy emeltetteket? Hát azért, hogyha az ember pilóta és sok pilótát ismer, akkor vannak kapcsolatai, és azért önköltségi áron ezt ugye el lehet intézni. Egyébként mennyi az útra Münchenig? Hát ezzel a géppel 2 óra 20 perc lesz, tehát azért valami gazdaságosabb ilyen téren, mint autóval, és hogyha most tudom én a költségeket veszük, akkor 4 főre nem is drágább, mint hogyha most fölültünk valami fapadosra. Szóval ez most nagyon jól jön, mert amúgy se tudnánk olyan sokáig távol lenni a munkától, és akkor most gyorsan kiugrunk, megnézzük a meccset, drukkolunk egyet a Bayernnek, bár az Andi a Reálnak fog, és... Na ezt hogy meccselitek le? Tehát elindul-e már a harc a repülőn? Hát nézd, igazi harc nyilván nem lesz, tehát én Bayern Drucker vagyok mindenképpen, és hogy azt tudnod kell, hogy ez az Andi szülinapi meglepetése, amit a hátam mögött hónapokon keresztül szervezett, és baromira remélte, hogy a Bayern egyáltalán tovább jut, és eljut idáig, hogy a Real Madrid ellen, vagy bárki más ellen, tehát ebben az időpontban játszon a Bajnokok Ligájában, tehát nagyon-nagyon izgult. Na most ő mondta, hogy azért ő Real, én inkább Bayern, tegnap este a Bayernnek ezt a szép német rockos himnuszát tanítgattam az Andinak, hogy ezt azért a stadionba kell tudni, akkor ezt úgy már ma reggel énekelte az autóban, hogy FC Bayern Stendes Südens, ez most mindegy, hogy mit jelent, de már itt már nyomja, és hát most ez lesz ma este az Allianz Arénában, hogy ő megpróbálja meghúzni a nyakát, vagy behúzni a nyakát, és nem a Reálnak szurkolja. Figyelj, hogyha igazán idegesítő dolgot akarsz művelni, akkor a lányotoknak tanítsd meg. És azt kért, hogy mindig ezt énekeld, valahányszor anyával utazol az autóban, vagy amikor este fürdötök. Nem rossz ötlet, lehet, majd hozok neki Bayern cuccot, és lehet, hogy belelkesülök.